Hatodik alkalommal rendezi meg a Magyar Labdarúgó-szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága a nagypályás műfős labdarúgótornát a 2017-2018-as bajnoki szezon téli szünetében. A megyei nagypályás csapatok téli felkészülését kiválóan segítő futballtornára végül rekordszámú egyesület adta le jelentkezését. A résztvevő csapatokat területi elv alapján osztotta be az igazgatóság 4 helyszínre. 54 egyesület jelezte a részvételi szándékát a megyéből, és ez 4 helyszínen fog majd zajlani, Nyírbátorban, Nyíregyházán, Kisvárdán és Tarpán, és természetesen 5 fős csoportokra alakítottuk a jelentkezőket, és ennek megfelelően mindenki 4 mérkőzést fog játszani. Összesen így 108 találkozót játszanak majd a csapatok. A felkészülési torna 2018. január 27-én rajtol, és február 18-án a megyei első osztály tavaszi rajtja előtti hétvégén zárul majd. A rajtot azért lőttük így be, mert azért a megye 1-es csapatok és a megye 2-es csapatoknak azon része, akik komolyabban veszik a bajnokságot, már január elején azért már összetalálkoznak és már edzegetnek, de a többi csapat is megye 2-es, mert ugye rengeteg megye 3-as jelentkezett, azért január végén már találkozik. Tehát ennél hamarabb nem akartuk kezdeni egyrészt emiatt, mert ugye még a csapatok ilyenkor találkoznak egymással, pár edzés a lábukban, másrészt pedig amiatt is, mert január elején sokszor nagyon hideg van, és azért erre is próbálunk figyelni. Bízunk benne, hogy azért a január vége, február már nem lesz olyan időjárás, nem lesznek annyira mínuszok, hogy megfelelően tudnak majd felkészülni ezen a tornán minden 4 helyszínen. A torna mellé támogatóként egy helyi gabonakereskedelemmel foglalkozó cég is odaállt, így a rendezvény hivatalos neve Green Seeds műfős nagypályás felkészülési torna lesz.